Keszeg Béla polgármester sajtótájékoztató keretein belül beszélt városunkat érintő fontos témákról. Ilyen például a lakosságcsökkenés, az energiatakarékosság és az utak felújítása. A polgármester elmondta, a lakosság számának csökkenése országos probléma, amely Komáromot is érinti. Ezért fontos olyan intézkedéseket hozni, amelyek mérsékelik ezt a jelenséget, illetve segítenek alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Az önkormányzatnak arra készül, hogy egyre nagyobb számban már van most igény is az idős gondozásra. Itt gondolunk arra, hogy lényegében a gondozó szolgálat egy csak alkalmi jelleggel napi gondoskodást, egy napközit is készítünk elő, ahol lényegében nem bent laknak az idősek, hanem lényegében napközben el tudnak tölteni egy időt, tehát itt nem otthoni gondozásról van szó. És van egy városi önkormányzati idősek otthona, ahol bent laknak, vannak magánok, de itt is az igény már egyre nagyobb, és a jövőben még nagyobb lesz az igény. Ez egy komoly kihívás jelent az önkormányzatnak. Mindemellett nyilván át kell azt is gondolnunk, hogy a fiatalok, a újszülöttek esetében mire van szükség, hiszen a mostani számokat megnézzük, mennyi óvodára, iskolára van szükség, mik azok a fiatalokat érintő kérdések, akkor már tudjuk, a tavaly megszületettek 6 év múlva mennek iskolába, és itt is a számok változni fognak, ehhez igazodni kell, hogy hatékonyan tudjunk működni. Nyilván az országos szinten kéne egy kicsit jobban, erősebben képviselni azt a programot, hogy a fiatalabbak, a fiatal családok bátrabban vállaljanak gyereket, hiszen tényleg látszik az, hogy fölborulni látszanak az arányok, és hát azzal is láthatjuk, hogy majd meg kell birkózni, hogy ki érkezik majd hozzánk még dolgozni. Nagyon érzékeny kérdés az, hogy ide érkező emberek, bevándorlók, ugye, amitől félnek az emberek, de most is már látjuk azt, hogyha jelen pillanatban nem volnának ukrán vagy más országba érkező bevándorlók, munkavállalók, akkor bizony komoly gondja lenne a gazdaságnak. Látjuk a kórházunkban egy jó példa, hogy ukrán, palesztin és más nemzetiségek tudják ellátni ezt. Nyilván abszolút mértékben oda kell figyelni, hogy ki érkezik hozzánk, erre nagyon szigorúan oda kell figyelni, de azt is látnunk kell, hogy ez a jövőben ugyanúgy Magyarországon, Szlovákia és minden itteni országban egy aktív probléma és kérdés lesz, hogy hogy fogjuk tudni ezt biztosítani. Keszeg Béla polgármester tájékoztatott városunk energiatakarékosságáról is. Beszámolt a közvilágítás felújításáról, illetve az ehhez kapcsolódó kiadásokról. A legnagyobb projektünk az a közvilágítás hálózatot érinti. Komáromban 4000 lámpatest van, tehát egy hatalmas fogyasztórendszer van, amiben sajnos azt kell mondani, hogy a korábbi 20 évben nagyon elmaradtak a fejlesztések, tehát egy teljes mértékben elhanyagolt rendszerről van szó. Nem csak a lámpatestek maga, hanem a vezetékek és minden más, ami ezzel összefügg, de most ebben is egy markáns lépést tettünk előre, majd 1,5 millió eurót költöttünk erre a célra az Envirofond segítségével, és lényegében a kétharmadát, több mint kétharmadát a komáromi rendszernek sikerült felújítani. Ez azt jelenti, hogy megnéztük a legfrekventáltabb helyeket, továbbá azokat a helyeket, ahol a legnagyobb volt a fogyasztás, vagy a legnagyobb spórolást tudtuk elérni, tehát a legöregebb rendszereket cseréltük le, amelyek úgymond nagyon eszik az áramot, hogy a legnagyobb mértékű spórolást tudjuk elérni. Ebből adódóan elmondhatjuk már most, hogy a közvilágításban 2 év alatt a felére sikerül csökkenteni a fogyasztást. A sajtótájékoztatón Keszeg Béla polgármester beszámolt az útfelújítás részleteiről városunkban. Hangsúlyozta, a városvezetésnek fontos, hogy csökkenjen a rossz minőségű utak száma Komáromban. Az utak minősége és forma egyik leginkább olyan téma, ami foglalkoztatja a lakosokat. Ugye itt vannak olyan dolgok, a kátyúzás, ebben az évben is, ugye most már, amikor nagyüzemi aszfaltot tudnak biztosítani a cégek, elkezdtük, már több mint 40 ezer euró értékben, több mint 40 utcában külterületeket is beleértve elkezdtünk kátyúzni. Emellett vannak a nagy összefüggő szakaszok felújításai, például a járdaprogram, amit 7 éve folyamatosan viszünk. Idén 80 ezer euróból újítunk meg járdát. Itt bele kell érteni az akadálymentesítést és oszlopokat, közvilágításnak a helyi kezelését. Most a Komenszky utca egy része, és a Szénatér mellett, ahol a Iskotály utcával találkozik, ott tudjuk, az volt egyik legkritikusabb, de a következő évekre is megvan a harmonogram.